minden hétköznap reggel. Ima is. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs. Halleluja! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai reggelen. Örülünk, hogy itt vagytok velünk, velünk tartotok. Ez az Újszfedettség Gyülekezetnek az ima pajzs közös imádkozós közvetítése és műsora. És nagyon nagy szeretettel köszöntjük minden online tagunkat, azok, akik a gyülekezeti tagjaink, és azokat, akik néztek minket, akár először találkoztatok ezzel a videóval, akár sokat jára nézitek ezt. és... Most ez a hónap, a megújulásnak a hónapja, egy nagyon fontos ö, dolog, egy nagyon fontos időszak mindenkinek az életében és és ha csak arra gondoltok, hogy minden tavasszal általában az emberek kitakarítják a házaikat, mennyivel inkább szükséges ö, megújulnunk a hitünkben, megújulni nagyon sok területen a keresztény életben és most ezen a mai napon. Ö, Erről lesz szó, ez, ez lesz a közös ima témánknak a, a középpontjában, és ö, ezen kívül pedig ö, remélem, hogy ma reggel is már ö, megnéztétek a, a többi műsorunkat, az Isten népe ébresztőt, ö, és majd ezután nem sokára következik az Imádó Oltár, és ö, tartsatok velünk akkor is egy közös imádatra és szeretnélek buzdítani benneteket, hogy, hogy ne csak egyszer nézzétek meg ezeket a műsorokat, ne csak egyszer olvassátok el a rapszódit, ne csak annyit olvassatok az igéből, amennyi a rapszódiában benne van, hanem hanem külön ö, olvassatok a Bibliából is ö, részeket, és ne csak annyival táplálkozzatok, amit, amit ö, láttok esetleg az interneten, hanem a Biblia mindig legyen egy egy alapvető ö, táplálék, forrásotok a mindennapjaitokban, és bátorítalak benneteket, hogy rendszeresen tartsatok velünk a, a közös imádkozásban, ugyanis ezek az ima témák, ö, nem. Nem kifejezetten az újszövetség gyülekezetért szólnak, hanem minden keresztjén és minden világi emberért azokért, akik esetleg eltávolodtak, vagy még meg sem tértek. És ö, ezek a közös ima témák mindenki számára ö, hasznosak, és termelik ö, az ima anyagoknak, a mennyiségét ö, itt a Földön és a mennyben is. És szeretnénk nektek felolvasni egy igét méghozzá. A Lukács 5, 36-tól fogjuk olvasni. És mondanék így Jézus példabeszédet is. Itt arról van szó egyébként korábban, hogy Jézust megkérdezték, hogy lehetséges-e az, hogy, hogy most, amíg ott van Jézus, addig sokan nem bőtölnek, nem tartják meg a, a szokásokat a bőtel kapcsolatban, és erre válaszolt nekik Jézus egy példázatban, senki nem tolja az új posztófoltot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort ótömlőkbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. És senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Itt szeretnék kifejezetten kitérni az utolsó verse, hogy és senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván. Azt szeretném nektek ezzel megmutatni és mondani, hogy nagyon sok olyan ember van jelenleg is, akik, akik élnek a világban. És Ismerik az óbort, hogyha a világot most az óbor ö, szimbolizálja, és ismerik azt, hogy milyen benne lenni a világba, és, és ne, lehet, hogy nem fogják kívánni az új bort, ebben az esetben az új bor szimbolizálja a keresztény életet, mert nem hagyják abba ö, a világi életet, a bűnöknek a cselekedetét. És nagyon fontos, hogyha te, hogyha te eltértél Istentől, és elmentél a világba, akkor fejezd be a bűnös életet, és ne folytass tovább, és hagyd fel a bűneiddel. És amikor ezt abbahagytad, akkor el fogod kezdeni kívánni az új bort, el fogod kezdeni kívánni a Krisztusnak a testéhez való visszatérést. És bátorítalak benneteket, hogy, hogy hogy hagyjatok föl minden sérelemmel, minden bántódással azokat, akik, azoknak mondom ezeket, akik eltértetek egy gyülekezettől, meg, megbántottak titeket tagok, és és ebben a megújulásnak a hónapjában hagyjátok el a régi dolgaitokat, és próbáljatok meg megújulni. Megújulni a ti elmétekben, megújulni a gondolkozásmódotokban, megújulni abban, hogy hogyan álltok hozzá Istenhez, hogy hogyan álltok hozzá a keresztény hithez, hogy hogyan álltok hozzá egy gyülekezethez, vagy a testvéretekhez. És tudjátok, a Bibliában is az 50. év ben mindig elengedték a tartozásokat. És, és van mindig ennek is egy időszaka. És a megújulásnak is van időszaka. És most eljött a te életedben is a megújulásnak az időszaka. És fontos, hogy elengedd a tartozásokat, elengedj mindent. És még ha nehéz is, mert itt mondja az ige is, hogy, hogy nem kívánja az újat, mert azt mondja, a jobb az ó. És Tudjátok, a sasmadaraknak is nehéz, amikor, amikor meg kell újulniuk, és dönthetnek, hogy meghalnak, vagy megújulnak. És ki kell tépkedniük a saját tollaikat, és addig kell ütögetni a csőrüket a kősziklához, amik leneme esik. És ez sokkal nehezebb valószínűleg, mint egyszerűen meghalni. De mégis vállalják ezt, ezt a fájdalmat azért, hogy megújuljanak. És bátorítalak titeket is, hogy, hogy vállaljátok azt, még hogyha nehéz is. És akkor is mondjátok azt, hogy akkor is megbocsátok, és akkor is megteszem, és akkor is megújulok. És ezért fogunk most imádkozni egy akaraton, hogy minden embernek az életében, akinek megújulásra van szüksége, akinek el kell hagyni régi dolgokat, vagy azoknak az embereknek, akiknek fel kell ismerni egyáltalán Jézus Krisztusnak a, a, a munkáját, amit elvégzett itt, meg kell ismerniük az evangéliumot, tudjanak megújulni, és legyenek ezekre nyitottak. A szívük is nyitott, és az elméjük is. Úgyhogy gyertek velem imádkozzunk. Drága mennyi, atyám, hálát adok neked azért, mert a mai napon is, Uram, a te népeddel, Uram, egy gyakorlaton jöhetünk eléd, Uram, és imádkozhatunk, és azért imádkozom, Uram, hogy tudjunk, Uram, ami elménkben, Uram, megújulni, Uram, tudjon, Uram, ami elménk, Uram, és ami szívünk, Uram, egy új, új szintre eljutni, Uram, hogy meg tudjuk nyitni, Uram, ami szívünket, Uram, a te evangéliumot felé, Uram, és minden olyan ember, Uram, aki még nem ismert téged, Uram, azt tudja Megnyitni, Uram, az ő szívét, Uram, a Jézus nevében, hogy belehatoljon, Uram, be tudjon, Uram, jó földbe esni, Uram, az a mag, Uram, amit a magvetők Uram, szórnak, Uram, ki, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Imádkozom, Uram, minden emberért, Uram, aki még nem ismer téged, Uram, hogy küldj, Uram, embert, Uram, aki tud neki szólni, Uram, az ő életébe, Uram, az ő szívébe, a Jézus Krisztus hatalmas nevében, és így tudjanak, Uram, egy új életbe átmenni, Uram, átfordulni, Uram, hogy így ismerjenek meg téged a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Imádkozom, Uram, azokért az emberekért, akik már ismernek téged, de elfordultak tőled, Uram. Imádkozom azért, Uram, hogy legyen nekik, Uram, egy egyszerű döntés, Uram, és kérlek, Uram, hogy az ő, az ő keresztjüket, Uram, egyszerűsítsd meg, Uram, hogy legyen az ő keresztjük, Uram, a te kereszted, és legyen könnyű és gyönyörűséges a Jézus Krisztus hatalmas nevében, és hogy tegyenek egy lépést feléd, Uram, és te is, Uram, teszel két lépést feléjük, Uram, és imádkozom, Uram, Azért, hogy vállalják, Uram, ezt a helyreállást, Uram, ezt a megújulást, Uram, a nehézségek ellenére, Uram, hogy tudjanak megbocsátani, Uram, minden embernek, Uram, aki vétkezett ellenük, Uram, aki megbántotta őket, Uram, aki megsértette őket, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas névvel, hogy így tudjon, Uram, egyesülni, Uram, a te Eklésiád, Uram, és tudjon, Uram, egységbe jönni, Uram, minden egyes ember, Uram, a Krisztusnak a testébe, Uram, és hálát adok neked, Uram, azért, mert te mindent, Uram, a te terved szerint, Előre elrendeztél, uram. Imádkozom, uram, azért, hogy minden ember, uram, ebbe a tervbe, uram, bele tudjon állni, uram, a Jézus nevében, akkor is, uram, hogyha ehhez megújulásra van szükség, uram. És imádkozom, uram, hogy minden elmebeli magaslat, uram, omoljon le a fejekbe, uram, a gondolatokba, uram, hogy senki ne azzal foglalkozzon, uram, hogy ez milyen kihatással, uram, lehet az életére, milyen kihatással lehet az ő munkájára, uram, hanem csak arra figyeljen, uram, hogy a megújulás, uram, szükséges ahhoz, Uram, hogy benned egy új szintre eljussanak, Uram, hogy visszatérjenek, Uram, a gyülekezetükhöz, a Jézus Krisztus hatalmas én Imádkozom, Uram, azért, hogy tudjunk, Uram, ebben a munkában részt venni, Uram, és tudjuk, Uram, a szíveket is elérni. Imádkozom, Uram, a nyitott szívekért, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében, hogyha valakinek, Uram, az elmebeli magaslati miatt, Uram, nem is sikerül, Uram, berjuttatni, Uram, az evangéliumot, Uram, érj meg, Uram, az ő szívét, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében, mert te vagy, Uram, a szíveknek a vizsgálója, és a szíveknek az Ura, Uram, és tudom, hogy Te irányítasz, Uram, minden szívet, Uram, és Te tudod, Uram, meggyőzni, Uram, a szíveket, Uram, csak Te vagy arra képes, Uram, hogy megváltoztasd, Uram, a szíveket. Így imádkozom, Uram, ezekért a megújulásokért, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Hálát adok neked, Uram, azért, mert mi is, Uram, a keresztények is, Uram, nem fogunk begyepesedni, Uram, nem leszünk vallásosak, Uram, hanem megújulunk, Uram, a mai napon is, Uram, akármilyen nehézség jön, Uram, új szintre lép és képezzük, Uram, a mi hitünket, Uram, és imádkozunk, és közben járunk, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Hálát adok, Uram, azért, mert újabb és újabb szintekre tudnak eljutni, Uram, a hívők is, Uram, a keresztény életbe, és köszönöm, Uram, hogy a megújulás, Uram, ez nem csak egyén, Uram, hanem eléri az egész eklésiát, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében, és újabb szintekre jutnak a gyülekezetek, és új szintekre jutnak a gyülekezeti kapcsolatok, Uram, az összefogások, Uram, ezekben az időkben is, Uram, a koronavírusos időkben, és Uram, a Jézus nevében köszönöm, hogy nálad van a megoldás, Uram, minden vírusra, Uram, és Te vagy, Uram, a legfőbb, Uram, a legfőbb irányítója mindennek, Uram, mi ebben hiszünk, és köszönöm, Uram, hogy megújulhat, és szányra kelhet, Uram, a mi hitünk ezen a mai napon is, a Jézus Krisztus hatalmas nevében, így áldom meg az összes gyülekezeti vezetőt, az összes, az összes, gyülekezeti tagot, akik a te testedben részt vesznek, és így áldom meg azokat is, Uram, akik még nem ismernek téged, és imádkozom, Uram, az ő megújulásukért, Uram, a Jézus nevében. Amen. Dicsőség az Úrnak. Remélem, hogy megértettétek ezt az igét, amiről szó volt, és bátorítalak benneteket továbbra is, hogyha, hogyha vannak olyan ismerőseitek, akik még, akik vagy eltértek a gyülekezettől, vagy még nem, ismerek az, nem ismerik az evangéliumot, akkor legyetek bátrak, és bátorítsátok őket erre a átváltozásra, erre a megújulásra, mert, mert Istennél van erre lehetőség. És nagyon fontos megértenünk mindannyiunknak, hogy, hogy az életünk, az Istenről szól. És az életünknek a középpontjában a keresztény élet és Isten van. És azért vagyunk itt a Földön, hogy betöltsük Istennek az akaratát rólunk, amit rólunk írt, és ez az akarat nem más, mint hogy meg tudjon térni minden egyes ember a Földön. És ezért vagyunk itt, és én hiszem azt, hogy Isten mindenből a legjobbat tudja kihozni, akár egy koronavírusból is, akár bármiből, mert az embereknek a, a hite ö, tud ö, nyitott lenni, és tud az ő szívük nyitott lenni az evangéliumra egy, egy nehéz időszakban is. És ö, azért imádkozom, hogy, hogy mindenki, aki, akinek a környezetében vannak ilyen emberek, az tudja ö, ezt az evangéliumot továbbadni, és, és kérlek benneteket, hogy, hogy ne felejtsétek el soha, azt, hogy evangélizálnunk kell és tovább kell adnunk az öröm üzenetet, és hogyha ha elfáradtál ebben, hogyha nehéz, és ha úgy látod, hogy nincs eredménye, akkor most elmondom neked, hogy van eredménye, akkor is, hogyha más a vető és más az arató, és akkor is, hogyha nem látjuk a vetésünknek az eredményét, akkor is van értelme és hogyha elfáradtál, ellankadtál, akkor itt az idő, és itt van a megújulásnak a hónapja, hogy megfrissüljön a te hited ebben a munkában, hogy, hogy meg, tudj, meg, tudj, újulni ebben a dologban, és, és lehet, hogy Isten fog neked adni új ötleteket. Biztos vagyok benne, hogy Isten fog neked adni új ötleteket, és új látásmódokat ebben a hónapban, hogy hogyan tudod még jobban betölteni azt, amire Isten elhívott téged, és elhívott minket. És nagyon örülök, hogy velünk tartottatok ma. Külön örülök a gyülekezeti tagjainknak, azoknak, akik ismernek minket, és bátorítalak benneteket, hogy holnap is tartsatok velünk, tartsatok velünk az imádoltára, és minden egyéb tartalomért pedig keresétek fel a Facebook és a Youtube csatornánkat, és és ez, ez a hónap pedig ö, egy olyan hónap, ami, ami nincs mindig. Ami nem egy, nem egy olyan hónap, ami jövő hónapban is ez lesz az ima téma. És ö, azt szeretném nektek mondani, hogy vegyétek komolyan ezeket az ima témákat. Vegyétek komolyan a, az elmondott imákat azokat, amik, amikért odaállunk. És, és ezek nem emberi kitalálmányok, hanem hiszük azt, hogy Istennek a vezetése van ezekben, ezekben a profétai témákban, amikért imádkozunk, és és így a jövő hónapban egy új téma lesz, de ebben a hónapban még koncentráljatok oda a megújulásra, és szálljátok oda a ti testeiteket, hogy meg tudjatok újulni. És nagyon örülök, hogy velünk tartottatok, és várunk benneteket. Holnap is Isten áldjon benneteket. Minden hétköznap reggel Ima pajzs Keresek valakit, aki a falakon áll Keresek valakit, aki a résekre áll Az országért, a nemzetükért Ezért imádkozom szellemben És imádkozom értelemben Ima